Tanulók nélkül kezdődött el az új hét az iskolákban. Az épületek ugyanakkor nem üresek, a dolgozók, tanárok hétfőn is bementek munkahelyükre. Azon dolgoznak, hogy a digitális oktatást megszervezzék. Az erre való átállás volt az egyik intézkedése a kormánynak, miután múlt héten rendkívüli jogrendet vezetett be az ország területén a koronavírus terjedése miatt. Több országból is beutazási tilalom lépett életbe, maximálták a bel- és kültéri rendezvények résztvevőinek számát. Az egyetemeken intézménylátogatási tilalomról döntöttek, betiltották a külföldi osztálykirándulásokat. A tervek szerint idén induló külföldi nyelvtanfolyamokról szóló program bevezetését pedig egy évvel elhalasztották. Az élet az elkövetkezendő hónapokban nem olyan lesz, mint amilyennek megszoktuk. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben szólalt fel, miután egyeztetett az operatív törzsel. Mint elmondta, 1990 óta nem volt veszélyhelyzet Magyarországon. A koronavírus pedig most azért indokolta ennek elrendelését, mert nincs a kórokozónak ellenszere, de ha lesz is, hosszú időbe telik majd annak forgalomba helyezése. Egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel állunk szemben. A kormányfő szerint globális megoldás hiány, helyben országosan kell megoldást találni a problémára, mint ahogy volt ez például az árvízhelyzet idején is. Hozzátette, közvetlen kapcsolatban vannak az európai országokkal, de a magyar lakosokat is összefogásra, közös cselekvésre, nemzeti együttműködésre kérte. Egyúttal megköszönte a szabályok betartását és az ajánlások elfogadását a betegség terjedésének mérséklése érdekében. A folyamat nálunk most egyébként az egyedi megbetegedések szakaszában jár, de a következő napokban Orbán Viktor elmondása alapján már csoportos megbetegedések lesznek. Emiatt újabb intézkedésekről döntöttek. Magyarország határait a személyforgalom előtt lezárjuk. Az erről szóló nemzetközi egyeztetések már zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltjuk, sporteseményekre is legfeljebb, ha vállalják a szervezők, zárt kapuk mögött kerülhet sor, de legjobb, ha úgyse. A szórakozóhelyeket, a mozikat bezárjuk, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetünk be. Az éttermek, a kávézók és az üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerüzletek, a patikák és a drogériák. Azt javasoljuk, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. A kormányfő az időseket óvatosságra intette, hiszen rájuk különösen veszélyes a vírus. Az önkormányzatoktól pedig az öregek segítését kérte. Orbán Viktor a gazdasági következményekről is beszélt. Mint fogalmazott, a magyar gazdaság bajba kerül, a különböző ágazatok ugyanakkor nem egy időben, a turizmusnál például már most látszódnak a gondok. A kormány a munkahelyek megvédésére fog összpontosítani, mert elmondása szerint munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Arra kérek minden munkaadót és minden munkavállalót, hogy tegyenek személyes erőfeszítéseket, hogy megtarthassák a munkahelyüket. A koronavírus járvány gazdasági következményei, költségvetési és gazdasági terveket is, mármint a központi kormányzati költségvetési és gazdasági terveket is felül fogják írni. A költségvetéseket minden szinten újra kell tervezni. Ennek a munkának a koordinálása Varga Mihály miniszter úr feladata. Az intézményi és az önkormányzati költségvetések újratervezési támpontjait napokon belül meg fogjuk adni. A magyar gazdaság megsegítését szolgáló intézkedések kidolgozása pedig folyamatban van. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az egészségügyben és rendfenntartásban dolgozóknak lesz a legfontosabb a munkája a következő hetekben, hónapokban. Orbán Viktor pénteken 10 akciócsoportot állított fel, hogy megakadályozzák, vagy legalább lelassítsák a vírus terjedését. Idehaza egyébként a hétfő kora délutáni adatok szerint 39-en szenvednek új típusú koronavírus megbetegedésben, a kórátal okozott halálozások száma pedig továbbra is egy fő.